Beszámolóval kezdődött a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlése csütörtökön. A rendőrség értékelését hallhatták a képviselők a 2023-as adatok alapján. A megye 301 településéből 39 helyszínen, településen nem regisztráltunk egyáltalán bűncselekményt. 205 településen 10-nél kevesebb bűncselekményt regisztráltunk, és ami még ennél is fontosabb, 128 olyan településünk volt, ahol a közterületen egyáltalán nem követtek el bűncselekményt. Ezek a számok jól jellemzik Baranya közbiztonsági helyzetét Szijjártó István szerint. A katasztrófavédők is beszámoltak a tavalyi tevékenységükről a közgyűlés tagjainak. Az összes eseményünkről azt lehet elmondani, hogy egy határozott emelkedő tendenciát mutat. Mi van ez mögött egyébként? Úgyhogy picit a számok mögé nézünk, akkor azt lehet látni, hogy a tűzeseteink nagyjából stagnálnak, talán egy pici emelkedést mutatnak, viszont a műszaki mentéseinknek a száma az határozott emelkedést mutat a sok évre visszamenőleg. Amikor műszaki mentésről beszélek, akkor itt elsősorban viharkárokról, faeltávolításokról, közúti balesetekről beszélek. A beszámolókat a képviselői kérdések után elfogadta a testület. Összességében azt mondhatjuk, hogy Baranyában a közbiztonság helyzete az kielégítő, hogyha egy nagyobb időintervallumban, idősíkon tekintünk rá az adatokra, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon jelentős javulás történt a regisztrált bűncselekmények számában, hiszen ha mondjuk a 2010 előtti időszakkal összehasonlítjuk, amikor 14-15 ezer bűncselekményt regisztráltak Baranya vármegyében, összehasonlítjuk azok az adatokkal, amelyek az elmúlt évet jellemzik, amelyek közel 5500 bűncselekményt, tehát a 10 évvel ezelőtti szint harmadát mutatják, akkor azt mondhatjuk, hogy a rendőrség megerősítése, kormányzati megerősítése az elmúlt 10 évben az meghozta az eredményt. A számok mellett ezt jelzi a szubjektív biztonságérzet növekedése is az elnök szerint. Őri László a katasztrófa védelem beszámolóját is értékelte. A tűzesetek száma az szerencsésen alakult az elmúlt években, az elmúlt 5 év legkevesebb tűzesetét, alig több mint 1000 tűzesetet regisztráltak Baranya vármegyében, azonban ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt a műszaki mentéseknek a száma Baranyában. Ez kisebb részben a közúti baleseteknél szükséges katasztrófavédelmi közreműködésből fakad, nagyobb részben viszont az egyre szélsőségesebbé váló időjárás körülményei miatt van, az azokhoz kapcsolódó mentési munkálatokból. Jól emlékszünk arra, hogy most az elmúlt években Dél-Baranyát ez a koranyári időszak nem kímélte, hiszen többször is jégverés tombolt korábban Sejjén, az elmúlt évben Marócsa környékén. Ez igen komoly feladatot adott a tűzoltóknak, azonban összefogásból és szakmai munkából jelesre vizsgáztak. Így értékelték ezt a baranyai emberek és a közgyűlés tagjai is, mondta a testület elnöke. A Baranya vármegyei közgyűlés egyébként most nyári szünetre vonul. Várhatóan szeptember közepén üléseznek újra.